Kunhagyományok napja, a szélmalmi fogadóházba főtt a birkapörkölt, mindenhol szeretik a karcagi ízeket. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. május 3-án 18 óra 5 perckor. A Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület szervezésében Kun Hagyományok Napja és Mudi Fesztivál volt Bene Sándor emeritus nagykun kapitány tanyáján. A köszöntők után nyílzáporral kezdetét vette a viadal, ahol lovasnomád harci játékokat mutattak be a pusztai rókák. A Mudi Fesztiválra is szép számmal neveztek kutyákat, de a tanyán a gyermekek nagy örömére volt állatsimogató, gúlyalábasok műsora és kézműveskedés is. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy ilyen sokan megjelentek a rendezvényünkön a Kun Hagyományok Napján. Hát készültünk rá nagyon sokat, és nagyon sok mindenkit megszólítottunk személyesen, és nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, úgyhogy készültünk arra, hogy nagyon sok érdeklődő lesz, és hát bízunk benne, hogy mindenki megtalálja majd a magának való programot. Nagyon sokféle programmal készültünk az érdeklődő kedves közönség számára. Tehát van egy lovaspályánk, ahol egész nap lovas programok fognak zajlani. A Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület 12 lovassal fogja megtartani a lovasharci bemutatóját. Ez nagyjából a szokásos bemutatónk, mindig van egy-egy kis újítás. Végül is a sztyeppei lovas nomádok, így a kunok lovasharci modorát, harcászatát mutatjuk be korhű viseletben, és az összes olyan fegyvert, ami létezett a korban, annak a használatát vágtázó lovakon mi is bemutatjuk, tehát a lovasi játszatot, a kelevészhajítás, kopja használat, szabja, fokos használat, karikásostor, mint fegyver, és a bemutató másik részében pedig lovasnomád játékok vannak, a lovasbirkózás, köböre, leányrablás, trükklovaglás. Itt van szinte minden csapattársunk, tehát összesen van mintegy 20 lovasunk Karcag és környékén a csapat tiszai szárnyába, illetve a dunai csapattársaink is ide érkeztek Szentendréről, Pomázról és Budakalászról is. És a mi bemutatónkon kívül még nagyon sokféle lovas program lesz, lovasharci ügyességi verseny, Hajdúszoboszlóról jönnek csikósok pusztaötössel, és hát a köbörének is lesz itt egy nagy bajnoksága. Úgyhogy nagyon sok lovas programmal várjuk a résztvevőket, ezen kívül pedig lesz nagyon sok kutyás program. A Mudi Egyesület, Magyar Mudi Egyesület tart itt Mudi Fesztivált, de ezen kívül az összes magyar kutyafajta bemutatásra kerül, és van nagyon sok nagyon érdekes kézműves program, illetve a Bengecseg Alapítvány szervezésében egy népi játszórét, ahol a régi réti emberek egykori életével ismerkedhetnek meg az érdeklődők, egy nagyon érdekes labirintus rendszeren keresztül, ami tele van érdekes játékokkal és feladatokkal. Mint Bene Sándor házigazda köszöntőjében elhangzott, a Kun Hagyományok Napját mintegy évtizeden át megrendezték a Zuglógerben. Utána volt egy kis csend néhány éven keresztül, és most itt a pusztában fogják újra indítani új tartalmakkal és új formában. Azt gondoljuk mi is, hogy ez vonzó az embereknek, az érdeklődőknek. Tehát itt a Kecskeri pusztán legel rackanyái, itt legelésznek a lovak, szürke marhagúja, és hát csináltunk egy kis állatsimogatót is a gyerekeknek, hogy kéz közelből ott legyenek a jószágok mellettük. És van még egy nagyon fontos programunk a nagy épületünkben. Van egy fotókiállítás a csapatnak az életéről, bemutatókról, egyesületi összejövetelekről készült fotókból, és a református egyházhoz tartozó tagintézmények, az óvoda, általános iskola és a gimnázium tanulói készítettek rajzpályázatra különböző műveket, és azok vannak itt kiállítva, gyönyörűbbnél, szebbnél szebb rajzok készültek, és délután lesz majd a programnak az eredmény hirdetése. Az udvaron áll két jurta, az egyikben a sztyeppei lovasnomádok, így a kunoknak is a különböző eszközei, felszereléseik, viseleteik tekinthetők meg. A másik jurtában pedig csontkovácsolás fog történni, és az udvaron
lesz két remélhetőleg nagyon érdekes előadás. Az egyik a kunokról, a dr. Nagy Molnár Miklós igazgató úr előadásában, a másik pedig a Kecskeri puszta természeti értékeiről fog szólni, az pedig Albert Krisztián barátunk fogja megtartani. Értékek, kultúra és hagyomány, ezt szeretnék képviselni, és erre igényt teremteni. Én nagyon örülök neki, hogy egy picit változatos lett egyrészt a május 1-en, másrészt pedig a megszokott rendezvényeink, hiszen új helyszíneken, bár hasonló programokkal, de mégis egy kicsit változatos formában kerül megrendezésre. Jelen pillanatban, ugye május 1-e alkalmából, épp a Kunhagyományok napja, de természetesen a birka pörkölt sem maradhat el, hiszen a Birka Főző Egyesület pedig a Szélmalmi Fogadóház udvarán, ami most már egyfajta bázis helye az Egyesületnek, kerül megrendezésre az ő rendezvényük, ahol hát mi más is lehetne a fő, mint a birka pörkölt. Azok a hagyományok, amelyet Bene Sándor és csapata, illetve a hozzá kapcsolódó civil szervezetek szerveztek, egy tökéletes helyszín, hiszen mi más is lehetne helyszínéül egy Kunhagyományok napjának, mint a puszta, ahol meg lehet tekinteni egyrészt azokat az állatokat, amelyek pusztára jellemzőek, másrészt pedig igen, azok a lovas hagyományok egy tökéletes körítést adnak ennek a helyszínnek is, és a helyszín is tökéletes körítést ad magának a programnak. Jó látni azt, hogy megmozdult a város, és megmozdultak a környékbeli települések is, hiszen ez a helyszín egyrészt ahhoz is szolgál, hogy kimozduljunk a megszokott környezetből, egy picit más ritmusba töltsük a május 1-ét, más ritmusba töltsük ezt a rendezvényt, hiszen ki kellett mozdulni, el kell jönni, olyan látnivalókkal fognak találkozni, akik ide eljönnek, amelyet nem biztos, hogy a hétköznapok folyamán, vagy akár hétvégén is találkoznak vele, úgyhogy egyrészt gratulálok, másrészt köszönjük szépen ezt a rendezvényt mindenkinek. A házigazda megköszönte mindenkinek az elmúlt hónapokban a segítséget, ami lehetővé tette, hogy a mai nap megvalósulhasson. Köszönte azoknak is a munkáját, akik a programokat biztosítják a mai napon, és a háttér ország résztvevőinek is köszönetét fejezte ki, majd nagyon szép napot és hasznos időtöltést kívánt. F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, a KUN szövetség elnöke megnyitójában a kapitányok és hagyományőrzők előtt arról szólt, hogy csak egy láncszemek vagyunk a láncban, hiszen nemzedékek hosszú sora van előttünk, és remélhetőleg nemzedékek hosszú sora követ bennünket abban, hogy megőrizzük a hitet, a nemzetet és a hagyományt. Gratulált Bene Sándor KUN kapitánynak és a hagyományőrzőknek, akik ezt a láncot erősítik, hiszen, mint mondta, unokái vagyunk nagyapánknak, és remélhetőleg nagyszülei leszünk unokáinknak. Ehhez meg kell őrizni a magyar és a KUN hagyományt, és tovább kell adni, fogalmazott az elnök, aki jó egészséget és kitartást kívánt minden hagyományőrzőnek, minden olyan magyar embernek, aki az ősök tiszteletét és hagyományát megtartja. A nap során a Bengecseg Alapítvány hagyományőrző népi udvarral várta a gyerekeket. Mindig úgy hirdetjük, hogy család és gyermekprogram, mert rájöttünk arra, hogy vannak olyan játékelemek, amelyekért versenyeznek a felnőttek, és az eszközöket szinte veszik ki a gyerekek kezéből, hogy ők is részt vehessenek benne. Na de kicsit a közepébe csaptam. A Bengecseg Alapítvány arra hivatott, hogy helyi értékekre, információkra alapuló foglalkozásokat tartson, és a játszóterünket néhány éve elneveztük játszórétnek, mert hogy az egyik tematikus foglalkozás csoportunk az a réti élettel kapcsolatos. Itt is, hiszen itt a Kecskeri pusztán vagyunk, úgy gondoljuk, hogy ez a jobban ideillő foglalkozás csoport, és a mögöttünk lévő szalmabála labirintusban játékmester vezetésével lehet megismerkedni a réti élet sajátosságaival, hogy kik voltak a pákászok, milyen tevékenységet űztek, kik voltak a szilajpásztorok, milyen állatokat tartottak, hogyan hasznosították a rétet. A labirintus körül pedig különböző kézműves foglalkozások vannak, nemezelés, vesszőfonás, agyaggyúrás, formázás, és az elmaradhatatlan lepénysütés. Van egy új kicsi kézi malmunk, úgyhogy egészen a különleges gabonák örlésétől a lepény megsütéséig vezetjük végig a jelenlévő gyerekeket és felnőtteket. Azon kívül ügyességi játékok is vannak, gólyalábozás, célba dobás, olyan tevékenységek, amelyeket hasznosnak gondolunk.
ha visszacsöppen valaki a réti világba. Az Országos Mudi Egyesület elnöke Zsíros Csaba elmondta, a fesztivál keretében zajlik egy szemle is, ahol a bírók a nevezett mudikat értékelik. Itt vannak tenyésztők, vannak akik kedvencnek tartják a fajtát. Ez egy fesztivál, tehát itt gyakorlatilag megmutatjuk az értékeinket, a jelen esetben a mudit, megnézzük, hogy hol tart a fajta, és a nap végén pedig meg lesznek a fesztivál győztes kutyák, akkor pedig kapunk egy iránymutatást, hogy hova szeretnénk eljutni. Örömmel számolt be arról, hogy egyre népszerűbb ez a pár évtizede még a kihalás szélén álló kutyafajta tenyésztése, és már a szép tenyésztői sikereket is elérnek a gazdák. A mi egyesületünk 2013-ban alakult, folyamatosan bővülünk, a fajta egyre népszerűbb, igyekszünk olyan rendezvényeket tartani, ahol nem csak a küllemek bíráljuk, hanem a munkateljesítményt is értékelni tudjuk. Ezt a fajta kutyát azonban csak olyanoknak ajánlja, akiknek van ideje foglalkozni a mudival, mert az ő energiáit le kell kötni, amellett, hogy nagyon hűséges ebb. A mudi az tulajdonképpen munkakutya. Tehát elsősorban azoknak ajánlom, akik valami feladatot tudnak adni neki. Tehát, hogyha családi kutya, akkor is egy kicsit többet kell vele foglalkozni, megmozgatni labdával, kirándulni, mozogni vele, mert hogyha nincs feladata, akkor bizony kellemetlen társ tud lenni, tehát ugat, kapar, türelmetlen. Tehát ez akkor ő talál magának feladatot, széttép egy-két dolgot. Hát is, igen. De fajtán belül is vannak azért nyugodtabb egyedek, akik házőrzésnek, családi kutyának, társnak tökéletesek. Ezt a tenyésztővel érdemes egyeztetni, kinek milyen igénye van. A Karcagi Birkafőzők Egyesülete szélmalmi majálist tartott a Szélmalmi Fogadóház udvarán. Az egész napos programban volt Hungarikum karcagi birkapörkölt, főzési bemutató és kóstoló, a színpadon cigányzene, nótaszó és táncdal műsor várta a felnőtteket, míg a gyerekeket kézműves foglalkozások és népi játékok. Kolostyák Gyula, az Egyesület egyik alapítója, a rendezvény egyik főszervezője elmondta, nagy izgalommal várták ezt a rendezvényt, amire a pandémia miatt 2 évet kellett várniuk. Hát 2 éve. Megszületett a fejünkbe, hogy kellene május 1-én egy bemutatkozó rendezvényt csinálni az Egyesület részéről, hiszen az országot járjuk, de itt Karcagon nem biztos, hogy mint egyesületi forma ismernek bennünket, nyilván hallottak rólunk, a tagokat ismerik, de hogy egybe legyünk, és megmutassuk azért, hogy valóban milyen a Hungarikum karcagi birka pörkölt, mert itt ugye a fázisokat is lehetett látni, tehát aki reggel kijött, az már láthatta, hogy milyen előkészületek vannak a birkával, hogy az is megismerjen bennünket, egy kis bemutatkozást, egy kis színpadi programokat tettünk ehhez a bemutatkozáshoz, és hál' Istennek nagyon jó időnk van, és nagyon örülök, hogy ilyen sokan kilátogattak a rendezvényünkre. Aki ma reggel kiment a fogadóházba, az a kezdetektől végignézhette a főzést, közben a színpadon hallgathatta a műsort. Arcfestés, csillámtetoválás a gyerekeknek, népi játszótér, most lesz majd májusfaállítás, és van egy termünk, ahol az Egyesület életéből képeket, filmet láthatnak, tehát ott, ha mondjuk megebédelnek, egy kicsit kóstolgatják a jó borokat, akkor oda be tudnak ülni, és akkor elmélyülhetnek az Egyesület munkájába, hiszen azért 2012-ben alakult az Egyesületünk, amióta ugye nagyon sok rendezvényen voltunk, így az ország minden pontján szinte nagyon sok helyen szeretik a birkapörköltet, ahol meg nem, ott megpróbáljuk megszerettetni, és még határunkon kívül is, tehát nagyon népszerű ez az étel. 19 lábassal készült birkapörkölt és 3 bográcsban slambuc, de már délben csak az üres kondérok voltak. 19 lábassal készült birkapörkölt, meg 3 bográcsban láttam slambucot, de hát ahogy néztem, már csak az üres kondérokkal szembesültem. Tehát azt tudjuk, hogy Karcagon a birkát akar valaki enni, akkor az délbe az már majdhogy nem elkésik, tehát inkább 11 órakor jöjjön, és akkor üzletelje le azokkal az emberekkel, akik főznek. Hát nyilván nem értékesítésről van szó, hanem kóstoltatásról, ezt hangsúlyoznom kell.
Tehát itt meg tudják kóstolni, és ahogy látom, hogy nagyon ízlik az embereknek. Ugye egy a birkafőzés tudománya, hogy ott szokták sokan emlegetni, ez apáról fiúra száll, de hát nagyon sok hagyomány, nagyanyáról unokára száll, tehát itt is ez látható, hogy a családoknak az apraja, meg nagyja, tehát mindenki itt van az időstől, akitől valamikor ugye ellesték a fortélyokat, itt van az édesapja, aztán a gyerek, aki főz, és hát én örülök neki, hogy fiatalabbak is jelentkeznek az egyesületbe, és én szerintem ezt így kell csinálni, tehát így kell folytatni, hogy minél többen ismerjék meg a hagyományt. Nagy György Jenő elnökkel beszélgettünk arról, hogyan készülnek erre a nyárra. Az emberek ki vannak éhezve a fesztiválokra. Ugye elmaradt 2 év, szeretnének kimenni, akár a szabadba, akár egy fesztiválra, bármire. Tehát én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó rendezvényen vagyunk most. Szabad levegőn, nagyon jó helyen, gyönyörű időbe. Na, a birkafőzők is várják már a június végi birkafőző fesztivált, de sok meghívásuk van, például Kazincbarcikára, vagy a Szentendre is Kanzenba. Ott lesznek a Cseresznye Fesztiválon Szomolyán. Nekem mindig is ez volt a hitvallásom, hogy nem karcagon kell főznünk, hiszen ott mindenki főzi a birkát, hanem a környékben. Már most nagyon sok meghívásunk van, például Kazincbarcikára menjünk a jövő héten, a Szentendre és Kanzenban mindig részt veszünk, a következő kulturális örökség rendezvényen megint ott leszünk, akkor már most van, Szomolyán a Cseresznye Fesztiválra van meghívásunk, tehát igazából nagyon szeretik a birkát mindenhol. A Birkafűző Egyesület egyik hitvallása, hogy a feltörekvő, a fiatalabb nemzedéknek átadják azt a tudást, amit ők tudnak. Ez Karcagon sikerült, a fiatalok itt vannak és fűznek, de a háttérmunkában, a kiszolgálásban ott vannak a családtagok is. Karcagon május 1-je mindig is a birkafűzésről szólt. Ez a mai is olyan rendezvény, ami kell a lakosságnak. Karcagon május 1-je mindig is a birkafűzésről szólt. Főtt a birka, a családot meghívták, nincs, tehát kell, ez egy olyan rendezvény, ami kell a karcagi lakosságnak az életében. Május 1-je mindig is a birkafőzésről szólt. Emellett a májusfa állításáról sem feledkeztek el a szervezők. Ifjú Csontos Györgyék pörköltje most is hamar elfogyott, ami jó érzéssel töltötte el őt. Mint mondta, a karcagi ízeket mindenhol szeretik az országban. Ezen a majálison mindenki visszahozhatja az elmúlt években, évtizedekben megszokott majális örömét, hangulatát, amit folytatni kell a nyári fesztiválokon, hogy minél többen élvezhessék a birkapörkölt ízét. Csontos György ezen a napon az asztalos műhelye dolgozóinak egy kis családi majális tirdetet György nappal, majálissal, egyfajta csapatépítésként, de itt voltak zenész barátaik Egerből is. A karcagi ízeket szerintem mindenhol szeretik az országba. Örülünk, hogy meg tudtuk rendezni ezt a kis birkafőző egyesületes majálist, ahol mindenki visszahozhatja az elmúlt években, évtizedekben megszokott majális örömét, hangulatát. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, és ennyien eljöttek, gyönyörű az idő. Én csak azt tudom mondani, hogy a következő évben is, de akár egy augusztus 20-án is legyünk itt, jöjjünk ennyien össze, és élvezzük ezeket a kulináris élményeket. Én így kis maszek módon az asztalos műhelyemnek a dolgozóinak egy kis családi majálist hirdettem. Itt volt a György nap, itt van a május 1-je. Azt gondoltam, hogy van egy olyan birka, ami megfő majd, és megesszük, és élvezzük a tavasznak a gyönyörű pillanatait, hangulatát, összejön a csapat, egy kis csapatépítés, itt vannak a barátaink Egerből, zenélnek, mi kell ennél több? A Csontos család naptárában idén már nem nagyon van szabad hétvége, járják az országot, fűzik a Hungarikum pörköltet fesztiválokon családi rendezvényeken. Ez év már majdnem azt mondom, hogy betelt, azért van 1-2 hétvége, amit majd pihenéssel fogunk tölteni, de természetesen keresnek bennünket szerte az országból. Az elmúlt hétvégén a Ért környékén, Egyek környékén főztem egy születésnapra, de már megvan a következő heti 3 főzésünk, úgyhogy van itt program rendesen. Szerencsére így a pandémia után ki vannak éhezve az emberek mind a közösségi létre, mind az ételek fogyasztására. A jó hangulat azért mindig meghozza a gyümölcsét, és egy birka ez egy tökéletes választás mellé.
Szerencsére az utánpótlás náluk is megvan. A fiai is nagy szeretettel, örömmel főznek, és többször ott vannak velük barátaik, osztálytársaik is. Szerencsére az utánpótlás, mint ahogy halljuk itt, több családból is ott van. Jelen vannak a gyerekek, főznek, nagy szeretettel, örömmel, és mindig el szoktam mondani, hogy iránymutató ezeknek a fiúknak a tudása, teljesítménye, mert azok a barátok, akik nem tudnak főzni, ott vannak mellettük, próbálják, tanulják, viszik tovább, és azok közül is majd, ha valaki megpróbálja, a segítség itt van mellette, úgyhogy a karcegi birka pörkölt sikerre van ítélve, járjuk az országot, visszük, viszik tovább a gyerekek is, és az Egyesület is minden erőbedobásával azon van, hogy ez az étel fennmaradjon, előre tekintő utat járjon be, és csodálatos karriert fusson be továbbra is a birka pörkölt. Május 1-én azért a másik hagyományról, a májusfa állításról sem feledkeznek el, a legifjabb csontos fiúk sem. A fiaim két napja állítják a májusfát, mert sok helyre kell menniük. Emlékszem azokra az időkre, amikor még én is állítottam, de volt egy olyan történet, amit el kell, hogy mondjak. Nagy erőbedobással megszereztem a májusfát, fölállítottam, és másnap megkaptam, hogy miért nem állítottam májusfát, ellopták. Én azóta ezt nem annyira gyakorolom, mert azt szoktam mondani, hogy mindig ellopják. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Médiacentrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!